köszöntök mindenkit. Megtiszteltek bennünket, hogy ezen új ciklusnak az első közmeghallgatására személyes részvételükkel jelzik ennek az alkalomnak a fontosságát. Azt merem mondani, hogy az utóbbi évek gyakorlatához képest magas számú érdeklődőt könyvelhetünk el, és szerintem ez egy pozitív fejlemény. Köszöntöm Rácz Ferenc urat, aki a Lócsai Vörös parancsnoka. Köszöntöm továbbá dr. Incepi Zsolt urat, az Lócsai Orvosi Ügyeletnek a vezetőjét, és kit köszönhetek még, Zoltán Miklós urat az Elomint Kft. Részéről, mint szolgáltató, és más, azt hiszem, talán nem jelent meg, nincsen. Többen jelezték, hogy sajnos nem tudnak eljönni, hogy a gyáli járási hivatal részéről Rácz Viktória intézményvezető jelezte, illetve a DTKH társulás részéről, a tűzoltóság részéről, illetőleg Rácz Ferenc úr, az Ócsai rendőrös vezetője jelezte, hogy a kapitány úr sem tud, a Dagos rendőrkapitányság vezetője sem tud itt lenni. Ettől függetlenül megkezdjük ezt a közmeghallgatást, és kérem, hogy azok a megjelent közszolgáltatást végző szerveknek a képviselője, akik megtiszteltek bennünket, tegyék meg, hogy ha van szóban előterjeszteni valójuk, azt mondják el. Tessék! Rendes részben nincsen semmi. Nincsen. Én úgy készültem, hogy végül is, amit a testület elé benyújtottam egy ilyen költségvetési érintő kérdést, hogy most egy jelentősebb emelést szerettem volna kérni a két önkormányzattól, némelyik közösségtől, az orvosi ügyelet ellátására, és ezt megoldtam a levelemben, és ezt szóval szeretném megerősíteni, hogy hát az elmúlt évek egészségügyi béremelései úgymond beértek, és a kollégák, kolléganőket elég nehéz megtartani. Idén is elfelejtünk egy kollégát, mert úgy, hogy elmúlt a figyeletet, és kérjük, hogy nem fogjuk tudni pótolni, és emiatt egy ilyen jelentősebb órabér emelést tervezek, vagy kéne végrehajtsunk, ami a szolgált finanszírozás, mondjuk az 10 éve, amit csinálunk, illetve nem mozdult igazán. Minimális változás volt, ugye 50.000 forintos nagyságrán. És most végül is, amit elértem önöknek, egy ilyen, hogy is volt, 435.000 forintnyi emelést kérnék, ez a havi finanszírozást jelenti, és a két testükre és a két önkormányzat részéről. Szóval a két önkormányzat adja össze, ez két harmad, egy harmad arányban, ami azt jelenti, hogy némelyik 145.000 forint a havi szinten terhelni, még Ócsához tudok bekézezni 90.000 forint. Jelenteni kell, hogy a testületek között a lehetőség szerint biztosítsák meg, különben lehet, hogy jövő folyamán bajok lesznek az orvosi ügyeletellátásban, hogy nehéz kollégát biztosítani. És ezt mondtam meg nekem, ez a legfőbb kérdésem, és a tavalyi évről minden évben van valami kisebb beruházás. Idén sikerült megcsinálni a közepet, a szeptemberből működik a hívásrögzítő, úgyhogy a ügyeletre érkező telefonokat tudjuk rögzíteni, és ez 3 hónapig tárolom, hogyha bármilyen van, azt mondom, ezt vissza tudjuk hallani, mert régebben volt a problémánk, hogy egy telefonbeszélgetést, aki a másik megkérdezett, és akkor nehéz volt el, hogy én most pedig vissza lehet hallgatni. Úgyhogy ez működik, és ez volt egy ilyen jelentősebb beruházás. Szerintem kell is majd 300 forint. Mégis egy lett volna. Köszönjük szépen. Miki esetleg? Jó estét kívánok! Tavaly évben elkészült, vagy tavaly jött a rovatautónak a felújítása, ami én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jól sikerült, nagyon szép lett, visszafogott, de mégis a mai kornak megfelelő, mind az épület külseje, mind a belseje. Az árakat próbáljuk szinten tartani, amennyire lehetséges, de ugye a kötelező minimálbérek emelése minket is érint. Ennek ellenére a temető üzemeltetési árakat nem emeltük, csak a szolgáltatási árakat. Ugye az üzemeltetési árakat csak a képviselőtestület
hozzájárulásával tudjuk megemelni. Lehet, hogy hamarosan mi is majd fogunk ezzel kapcsolatban kérdést benyújtani önök fele, de egyenlőre még tartjuk azt, ami volt. Tehát jelentősebb áremeléssel nem készülünk. Szolgáltatás minőségére próbálunk nagyon odafigyelni. Temetések javarészt 90-95%-án személyesen is részt veszek, ezt szeretném, hogy a továbbiakban is így maradjon. Kollégáink még egyenlően stabilak, tehát a régi kollégákkal dolgozunk. Még 2-3 évig ez szerintem nem fog minket érinteni, de utána lassan elkezdenek nyugdíjba menni, és utána lesz nekünk is szerintem probléma a munkaerő, új munkaerő felvétele, teremtése. Nem tudom, hogy van esetleg kérdés. Amit múltkor ugye 2-3 éve felmerült túrnafal, ugye az elkészült, vandálakossági, hát most már közel 2/3 betelt. Úgyhogy hamarosan el kell majd gondolkodni azon, hogy újat építeni mellé. Igazándiból ennyit tudok. Tudtom, ma rendben van, minden panasz nem érkezett. Van esetleg kérdés, hogy kérdés? Egyébként, ha bárkinek kérdése merül fel, ugye akár a nősparancsnok úrhoz, akár pedig az orvosi ügyelet vezetőjéhez, hát tegye fel, most van rá lehetőség. Sajnos több közszolgáltató képviselője nincs itt, de ha felmerül kérdés, azt természetesen közvetíteni fogunk felé. Igen. A rendőrség felé szeretnénk kérdezni, hogy a Haraszti úton, azt hiszem a falunak a többi pontján is eléggé megnőtt a forgalom a nullás körgyűrűnek a felújításával kapcsolatban, hogy nem tudom, én úgy tudtam, hogy ki vannak tiltva a több tonnás autók a útra, aztán elég gyakran előfordulnak a Haraszti úton. Hát elég bonyolultott lakni most, mert kijönni a hídról a saját udvarból szinte. A reggel és a 70 órákban lehetetlen, hogy nem tudom ezzel kapcsolatban, hogy látom, hogy a rendőrei mérik a sebességet, de hát mihez is elhagyják a sebességmérő autót, majdnem, hogy 80-nal száguldoznak ott, de ezt gondolom nem is tudja, hogy ez nem csak az én problémám, hanem tényleg aki ott abban a szakaszban lakik, az meg az Árpád utca. Köszönöm a kérdést, mert röviden megpróbálok válaszolni. A probléma az ismert számunkra is. Sajnos ebben volt már lakossági levél is, amit a rendőrség felé, illetve nem csak a rendőrség felé, egy levelet megírtak és elküldték 28 helyre. Államtitkárútól fogva a, nem tudom, az Orbán mit tudom, ennek údik, jelentek a nem a kiszorulat, amiben leírtek egy hatalmas problémakört, hogy ugye az Árpád utca, illetve leginkább ugye Haraszti útnak a forgalmányvédén a megnövekedett, és maga a levélíró is leírja azt a problémát, ugye, hogy ez alapvetően nem a rendőrségnek a problémája volt a forgalomnövekedés, mert ugye nullásokat építik, átalakítják, ezt menekülútként használják, illetve ugye itt a környéken, hál' Istennek, hogy az ipari park is bővül, egyre több cég felepül le, ugye egyre több gépen fog erre többekedni, mert ez önmagában is ugye egy problémát jelentett, amit nem tudunk ennyire kezelni. A másik ugye, hogy ennek normál épp a levélnyomán, meg egyébként is rendszeresen kivagyunk a lehetőségeket mérten a közterületen, Haraszti útra, illetve az Árpád útra kifejezetten komoly figyelmet fordítunk az ottani forgalomnak az ellenőrzésére. Kevesen tudják, de mi már szembesültünk azzal, hogy az átjövő forgalomnak a nagy része az teljesen szabályszerűen vesz igénybe ezt az utat. Ebben már volt már állásfoglalás kérés a közlekedési hatóságtól, beszéltünk annak idején még az előző polgármester interjúzsakúrhoz is, a helyi vállalkozókkal beszélgettünk. Tehát ezt a fogalmat mi így kezelni nagyon nem tudjuk. Ennek egy része valóban szabálytalanul jön be a településre, de ahogy a denevezések még végrehajtottuk, az a tapasztalat, hogy körülbelül 100 autóból 2 az, aki erre csúsznak. A többi, mert elvész szerint tudja igazolni azt, hogy jó szerint jön erre be, akkor már a rendőrség nem tudna nem mit kezdeni. A másik ilyen probléma, amit viszont kevesen tudnak, de mi azt is tapasztaltuk, hogy ezek a nevezők nagy teherautónak, amit mi úgy a kamionként tartunk számára 7,5 tonna feleség gépjármű, az ellenőrzés során kiderül, hogy ezeknek a nagy része visszavon minősítve. Nem haladja meg az látszólag kamionnak tűnik, de gyakorlatilag visszavon a forgalmi helyzetben minősítve a tergépjármű 7495 kg-nak is. Már is a 7,5 tonnát nem haladja meg az ő súlya. Tehát ezzel nyilván most ők a tulajdonos vagy az üzembetartó ezzel próbálja játszani, és akkor nekik a sok minden ugye mentesül útdíjfizetésük az első meg egyéb tervek.
de ezzel mi nem tudunk eltenni. A probléma az adott, odafigyelünk rá, amit tudunk, meg is teszünk. Mint mondott a sebességmérésrel kapcsolatban is, de az a probléma, hogy az egész kapitányságnak egy darab sebességmérő készüléke van, amely nem éppen a legújabb típusú, de elég sokszor van a javításnak, és ebből egy készüléket kell a 15 településre szétosztani valamilyen szinten. Tehát ezt így önmagában nem nagyon tudjuk, ugye azt biztosítani, hogy állni a legnagyobb sebességmérés. Habár van múltkor a polgármester úr, beszélgettünk ugye a védelrendszernek a kibővítéséről, saját számára felszerelésről, sebességmérésről kapcsolatban. Amennyiben itt változás lesz, akkor nyilván az is egy nagy segítség lesz a lehetőségét. Köszönöm szépen a lehetőséget, különbség kívánni mindenkinek. A Rácz urat kiegészítve a megbocsájt érte, tudomásom szerint jövő augusztusra átadják a tanulást, el fog készülni teljes mértékben, és igazából akkor tudomásom szerint meg fog oldódni ez a probléma, mert akkor nem lesz menekülő út, vagy igazából a részbe felül kisebb részbe lesz haraszti felül, mert egy közül tarsolni meg. Annyit szeretnék elmondani, és kérni a képviselőtestet, hogy én Páncé Károly képviselőmúrral beszéltem. Valamikor még György képviselő úr is emlékszik rá, hogy a felső, meg hát gondolom Tüskedakkor úr is, polgármester úr is, hogy a felső körforgalomnál valamikor meg volt tervezve a negyedik ág. Akkor a tulajdonosok nem járultak hozzá, egy időben volt róla szó, hogy lesz egy benzinkút, lesz még egy ágról, ág, ami a benzinkúthoz fog kihajtani. Képviselő úrral beszéltem, és ő azt mondta, hogy annyira nincs kifogás az állam részéről, hogy készülhetne egy menekülő út ott a körforgalom és a haraszti út között, de ahhoz nem csak az államnak, hanem valószínűleg a két önkormányzatnak is, mint Duna, Haraszti, Alsó-Németi, meg talán még van. Bocs. Nem, bocsánat. Csak Haraszti. Sorossának nincs már érintettség. Akkor tehát Németi valamennyi részt talán van Sorossához tartozik közigazgatásra. Tehát igazából oda lehetne egy kétsávos utat építeni, mindazok ellenére, hogy most elkészült a kétsávos rész Dunaharaszti ipartörületnél, meg egy kétsávos körforgalom is, de sajnos a sódoros autók, meg a lentről lacházatal érkező autóknak a mennyisége az nem annyira kedvező, és nem tudja azt az áteresztő képességet megcsinálni az úttest, amire szükség. És hogyha esetleg kezdeményezni a képviselőtestület a Dunaharaszti önkormányzattal együtt, hogy az állam építsen oda egy, talán egy 2-3 kilométer lehet ez a távolság, egy elkerülő utat, beköpni a negyedik forgalmi ágba, akkor nagy valószínűsége, hogy a németi elkerülő meg az elkerülő út megakadályozná, hogy bejöjjenek, vagy megállítaná, hogy ennyire bejöjjenek az átmenő forgalom alsó németire. Tehát tudom, hogy ez a jövő zenéje, meg pénz kell hozzá, de szerintem önök ezt, hogyha úgy gondolják, akkor mint a település lakossága, mint saját magunk érdekében is, meg a másik települések érdekében is ezt el lehetne indítani. A másik pedig a Rácz úrtól szeretném kérdezni, hogy milyen úton, módon lehetne hatóságilag elérni, hogy az ötös számú főútra a mezőgazdasági járművek behajthassanak. Ugyanis a németi gazdálkodó teherautó hiányába, ami az úton részt vehetne, traktorral kell emelni Dunavasra, Vitaforhoz termint hordanak, vagy még tovább is egy kicsikét, hogy milyen kezdeményezés kellene ahhoz, hogy erről az egyes számú, vagy hát az egyes számú főútról már bemehessenek a mezőgazdasági járművek, mert igazából annak lenne probléma, hogy mindazok ellen, hogy mindenféle követelménynek, forgalmengedélynek minden működik, rendben van a járműveken, nem lehet rámenni az ötösre. Ezt hogy lehetne megoldani? Köszönöm. A kérdés, a választ tudom, éppen egyszerű. Mindenképpen a közútoknak a kezelőjéhez kell fordulni, mert őjogos volt a táblákat elhelyezni a főúton. Nyilván ennek valamilyen szándéka volt a közútkezelőnek, hogy a kitiltja erről útszakaszról a mezőgazdasági hogy lassú járműveket. Én ez egy kiemelt főút volt annak ide, hogy az autópálya megépült, hogy a forgalom nagy része elterelhet innen terelve, ennek ellenére, hogy a tiltótáblák ott vannak. A közútkezelőben mi is elég sokat levelezgetünk, mert nagyon sok helyen, amikor útépítés volt, ki voltak a vasárási parautáblák, hogy jöttem 30-an lehetne, meg 40-ne, útépítés befejeződött, a táblákat nem vették le, a lakosság szólt, hogy ott miért van, miért kivakva a tábla. Mi írogatunk nekik leveleket, erre válaszolnak, valamikor leveszik a táblát, valamikor meg nem, de nyilván a közútnak kezelőjének a kompetencia, ők döntik el, hogy... Egyébként még hozzátenem, hogyha már szóltak, ugye lakottetem belül a 7,5 tonnás korlátozás vonatkozik a mezőgazdasági mondatóra is, tehát a helyi lakosoknak is figyelembe kellene menni, hogy elmentenek, amikor a kamionra panaszkodunk, hogy igen, bejönnek, nem jönnek be a mondatósan.
ennyire egyszerű történet, tehát az ilyeneket meg kellene gondolni. Nyilván mindenkinek a kényelme, nyugalma az elsődleges, de azt is figyelembe kell venni, hogy azért a forgalomnak a nagy része az szükségszerűen megy, mert árut visz vagy hoz, vagy valamilyen szolgáltatást végez. Ugyanígy a mezőtre gondolatok is ugyan szerepe, ugyanez nem. De mondom, akkor a közútkezelő össze kell fordulni első körben. De bocsánat, lehet, hogy én tudom rosszul, de talán a mezőgazdasági jármű és a lassú jármű kikerült a kereszt szerint a tehergépjármű fogalomból. Én legalábbis lehet, hogy rosszul tudom. Benne van. De hogyha ott van valami célfoglalom, akkor már fel lehet mondani. Tehát az ötös számban font, hogyha megnézed, akkor ugye ki van tilva belőle a kerékpáros, de a lassú jármű, meg a megrendelésekkel mondható, ezek ugye meg a kézi kocsival lehet felmenni, mert nyilván. Köszönöm, annyit hagyd mondjak, hogy ez az átkötési lehetőségnek a megragadása, ez természetesen közöttünk is szóba került, és ahogy az idők engedi, csak egy kis türelmet kérünk, mert azért elég sok ügyet kell átvenni, meg feldolgozni. El fogunk indulni két irányba a Szalai polgármester úr felé, Dunaharaszti polgármestere felé, egyrészt a kerékpárút kiépítése Alsó-Némedi és Dunaharaszti között, ami ugye jó részt Dunaharaszti közigazgatási területére esik, 95%-ában mondjuk, és el fogunk indulni a tekintetben is, hogy próbáljuk meg ezt az átkötő utat megvalósítani. Annyit egyébként hagyd tegyek hozzá, hogy sokan azt mondják, akikkel így beszélgettünk, többek között a kapitány úr is, hogy biztos, hogy csökkenni fog az M0-ás megépültével az átmenő forgalom Alsó-Némedin, de azt azért tudomásul kell venni, hogy az a tapasztalat, hogy erre megszokták és jó nekik, ugye kényszerből kiismerték, mert eddig nem tudták, akkor azért a forgalom egy része itt fog maradni. Úgyhogy ő maga is végül is azt mondja, amit a őrsparancsnok úr, hogy indokoltnak látnák egy ilyen védekapu elhelyezését a jövőre nézve is, függetlenül attól, hogy nyilván valamennyire csökkenni fog ez az átmenő forgalom az M0-ás elkészültével. De hát ha az még sok idő, azért arra is készülni kell. Jó, köszönöm. Más kérdés? Igen? Valami buszon kapcsolatban érkezett hozzám egy kérdés lakosságtól, bár most nincs itt a Rolamusz képviselő, de akkor esetleg érdemes lenne rögzíteni, hogy a reggeli járatok kapacitásában az ő tudomása szerint olyan mértékű csökkentést akarnak szorgalmazni, legalábbis konkrétan ő a 630-as járatot mondta, ami itt nálunk 630 km az Opacsakrion, ami az egyébként is túlterhelt járatot még tovább terhelni. Én ígértem neki egy továbbítást, hogy akkor ezen a fórumon vagy egyéb lehetőséggel ezt szóba hozom. Köszönöm szépen. Én is köszönöm ezt. Fogjuk a Valámbusz felé ezt a lakossági kérdést közvetíteni, és hogyha érkezik válasz esetleg, ha te tudod, hogy kiről van szó nyilván, akkor oda fogjuk továbbítani, jó? Más? Igen? Tessék? Adom, hogy nem jövő. Ja, bocsáss, hogy ne arra, hogy inkább képviselőnek vettelek, mint a lakos képviselőjének, és ezért nem köszöntöttelek e kívülön. Nem is kell. Szabad? Igen, természetesen. Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntöm én is a fórum minden résztvevőjét. A Jasper Lórend, a Dekokárti ügyvezetője megnyitásában is mondani, szeretnék megosztani önökkel, mint a fizikai szolgáltatónak a helyi képviselője. A legelső szavam az a köszönető a képviselőtestület felé a Alsó-Némedi önkormányzat biztosított a DAKÖV dolgozóinak 13. havi fizetést, amit most kaptak meg a kollégáim a héten, és ezt szeretném a köszönetüket tolmácsolni. És egy picit össze is függ azzal a problémával, amit itt már többen jeleztek a létszámhiánnyal, hiszen nagyon komoly létszámgonddal küzd a DAKÖV Kft., aminek anyagi okai vannak, és ennek a segítésében nyújt a önkormányzat egy kis támogatást. Azt mondja, néhány, csak röviden, talált egy ellenőrző csoport, már tavaly ilyenkor is elkezdett a Alsó-Némedin működni,
ami vizsgálja az illegális csapadék bizonyítéseket, illetve szabálytalan víz bekötéseket. Ez a csoport ez talán sajnos néhány hibát is jövőben is fog dolgozni itt a Alsó-Némedén. Ezzel egy picit összefügg a díjhátralékokat, és sokkal komolyabban veszi a Dököv Kft., mint a ezt megelőző években, és nagyon szigorúan megkaptuk, hogy ezeket fel kell szólítani, meg kell szüntetni, ha másképp nem lehet, akkor ki kell kötni a díjhátralékot nem rendezőket. Nagyon büszkén mondhatom, hogy Alsó-Némedén nem kellett szerencsére senkit kikötni. És még mindig, mondjuk azt mondom, minden évvel szoktam mondani, hogy talán Alsó-Némedén rendelkezik az egyik legitív fizetési hajlandósággal, és azt nem mondom, hogy ennek problémák, de kisebb számban, mint a többi településen, és szerencsére odáig nem kellett eljutni, hogy ki kelljen kötni valakit. Mind a víz, mind a szennyvíz hálózatot havonta akreditált laboratórium ellenőrzi, tehát a ivóvízünket, illetve a kibocsátott tisztított szennyvízünket. Ezek az eredmények szerencsére megfelelőek. Még egy-két gondolatot. Igen, most a pénzügybizottság már elfogadta, bizony benne, hogy a testület is elfogadja. Készül egy nagy szennyvíz, tervezünk egy nagy szennyvíz vezetéket, amely a gyári útnak az új részét, ahol most látjuk, hogy épülnek a házak, a Templom utcának a végét kötni össze, majd eljönne az Alszegen, ki a sárga benzinkút, az a déli iparterület, és egészen ez a vezeték a Ványi útnak a létesítményeit ellátnán szennyvízbevezetéssel, és közvetlenül kijutatná a szennyvízbevezetést a telepre. Bízom benne, hogy rövidesen ez is meg fog valósulni. Röviden ennyit szerettem volna, ha bármilyen kérdés van, akkor arra szívesen válaszolok. Köszönjük. Elnézést. Miklós, kérdezném tőled, hogy ma volt a Dunaharasztén, bocsánat, egy agrárkamarai ülésem, ahol a egyik napi rendi pont az előadás közepette az öntözés fejlesztés, az öntözővíz a kutak külterületi feltelti kutaknak a meglét engedélyeztetése, és a kormányzat részéről a felszín feletti vizeket szeretnék, hogy ahol csak lehet mindenhol azt használják a gazdálkodók. Egy szántóföldi növénytermesztésnél nincs is probléma, de egy kertészeti kultúrában sajnos a DDT-csében olyan minőségű víz van, ami alapján nem engedik a gazdálkodókat élelmiszer előállításra, mert fogyasztásra kerül. Ugyanis hormontabletták, fogamzásgátló, különböző altatok, meg mindenféle hormongyógyszert kimutatnak ebbe a vízbe, és ez igazából lehetetlené teszi a némedieket a felszín feletti víznek az öntözéséből. Most átalakult az új szennyvíztisztító, vagy elkészül felett újítva, hogy ennek a tisztítónak van-e valami hatása ezekre a szerekre, vagy csak maga a fekáliának és a szilárd tartalomnak a szűrésére szól, vagy mennyibe kerülne, hogy ezeket a gyógyszereknek a maradványait is kiszűrje az új szennyvíztisztító a vízt, ami belekerül a csatornába, mert most biztos te is tudod, hogy az igényednek is a szennyvízét átkötik most a Dunaharasztira. Egy óriási 300-as cső van az 51-es mellett letéve, mert a Dunavarsányi szennyvíztisztító nem tud mit kezdeni azzal az óriási és szennyezett vízzel, így most messze megkapja a Haraszti. Amit eddig kiöntöztek oda a fák közé Dunavarsányra, az most bele fog menni a DDT-csébe, tehát a Némedi, mert a Dunaharaszti az mindenféleképp ide megy, csak az a probléma, hogy az öntözésnél meg ez nem lehet, mert ezek a szerek benne maradnak. Úgyhogy esetleg lehetne ezzel mit kezdeni. Köszönöm. Bevallom, még ezzel a problémával nem találkoztam, hogy olyan gyógyszermaradványok lennének a tisztított vízben, amely az öntözést lehetetlenné tenné, ennek utána fogunk nézni. Maga a szennyvíz tisztítás technológiája az a szerves anyagoknak a lebontását végzi, plusz a foszfortartalomnak a csökkentését, a káliumnak nem csak a szerves anyagait, hanem vannak olyan szervetlen sók is, amelyeket csökkentenünk kell, mielőtt kijutatjuk a Dunatisza csatornába. Egyébként a szennyvízünk, amit kibocsátunk, az jelenleg tisztább, mint ami bent van magában a DTC-ben.
Az, hogy a gyógyszereket, főleg itt a hormongyógyszerek, igen, ez egy nagyon komoly probléma, hogy ezeket lebontani, én nem tudom, nem tudok róla, de ezzel vagyok meg tudatlan, hogy erre lenne technológia, hogy egy szempiszisztit oktalep ezeket a gyógyszereket is, a gyógyszermaradványokat is elbontsa. De ennek utána fogok nézni. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdést. Mi volt? Köszönöm szépen. Hát ha egyéb kérdés nincs, akkor mennénk tovább az eltervezett napi rendem, tehát ha egyéb nincs, igen. Nekem az útaszfaltozással lenne egy részrevételem a Kiskörű utca és az Öregtó utca közti útszakasszal. Ez még az előző polgármesterén már én felvetettem több éve, írásban is benyújtottam, de sajnos erre én választ nem kaptam. Utána én bejöttem személyesen, és azt mondták, hogy majd körülbelül egy vagy két év múlva erre majd visszatérünk, mert sajnos most ugye erre felé nem terjeszkednek. Hát most megint eljöttem, hogy hát most erre kapok választ, mert amikor ugye bejövök, akkor ugye mindig vagy rátöltenek, vagy egy kicsit lemar. Most már olyan szinten rátöltöttek, hogy az én garázsomban áll a víz. Szóval én nem azért jövök be, hogy most rakjunk rá egy kis murvát, és akkor ezzel megnyugszom, hanem hogy véglegesítsük ezt az aszfaltozási problémát, mert nálam már nagyon kardinálissá vált. Szóval ott konkrétan elakad az autó, akkor ott van. Ez az egyik. A másik például a szemétszállítás, ami igazából én felhívtam őket. Minden héten úgy ürítik a szemetet, hogy a kuka nyitva. És hogyha eső van, hó van, áll a kukában a víz. Én felhívtam őket, hogy ne arra ugyanak, én vigyázok az önök kukájára, stb. Hogy legyenek kedvesek, akkor úgy visszatenni, hogy lezártam. Ne úgy, mikor én mondjuk este hazamegyek, akkor félig áll benne a víz, a hó, belefagyva, stb. Szóval mit kell ahhoz tenni, hogy például ez is, hogy kapjak erre választ érdemben. Köszönöm. Akkor az első témát, ha szabad, annyira komolyan veszi ez az új testület az Öregtó utca és a Kistóit összekötő résznek a problémáját, hiszen ez rendkívül poros, és nem csak az Öregtő utcában lakókat érinti, hanem valóban a Kistói utca lakóit is érzékelíti, hogy a 2020. évi költségvetési koncepcióban más szerepel, mint megvalósítandó cél a 2020. év folyamán. Tehát én nem egy-két évet mondok, hanem a jövő évre szeretném, ha megvalósulna ennek a résznek az aszfaltozása. Ami a kuka lezárása, nem lezárása ügyet illeti, abban annyit tudok tenni, hogy közvetítjük ezt a panaszt a hulladékszállító non-profit Kft. Ügyvezetése felé. Ők megkerestek bennünket most a választások után, tehát aktív élő kapcsolatunk van velük. Úgy vettem észre, amikor tárgyaltam velük, hogy nagyon igyekeznek mindenben megfelelni a lakossági igényeknek. Azt azért tudni kell, hogy Alsó-Németibe a sárga kuka tekintetében is, az üveghulladék gyűjtés, szelektív gyűjtése tekintetében is, de a házhoz hívható lomtalanítás tekintetében is előrébb járunk, mint a legtöbb hozzájuk tartozó település. Mondhatjuk azt, hogy a legjobb 10% között tart a hulladék gyűjtés terén Alsó-Németi. Nyilván vannak hibáik, meg nem elromlik az autó, nem akkor jönnek, tehát ugye ilyen technikai hibák adódnak folyamatosan, de alapvetően én azt fogalmaztam meg a képviselőjüknek, hogy azért Alsó-Németibe a jelenlegi állapotok szerint nem annyira rossz a hulladék elszállításának a színvonala. De ezt a kuka lezárásos ügyet közvetíteni fogjuk, hát ha tudnak kapni. Mert
én feléjük jeleztem első körben, mert ugye hozzájuk tartozik, és nem ugye velükre tartozik ez a dolog, de sajnos utána sem történt semmi ezzel kapcsolatban, és azért bátorkodtam ezt most itt felhozni, hogy hát ha önökön keresztül talán így akkor sikerülni fog. Köszönöm egy szépen! Jel. Köszönöm szépen! Igen. Én szeretnék még a Toldi utcának a torkolat ellen, hogy az önkormányzati utat Toldi utca, hogy lenne lehetőség arra, hogy felfesteni a sávokat. Mert például ugye ott hál' Istennek jó szélás a torkolat, ugye van, aki elfordul Haraszti fele, van, aki jönne Alsó-Németi fele, meg még jönnek Harasztiról a Toldi utca fele. És egyszerűen van olyan káoszol, van, aki beáll a Haraszti fele álló sávba, aki például Németi fele akar jönni. Ugye nem tud, aki Haraszti fele akar menni lefordulni, aki Németi fele akar jönni, az meg nem mer előrébb menni, hogy ugye nehogy ütközzenek, hogy egy útfelfestése nem lehetne megoldani ezt a problémát, mert sokszor meg villognak, dudának, bemutatnak az embernek az ujjába, ugye, hogy nem jó helyen megy. Szerintem a középre bár, ugye az egyértelmű, hogy jó, vagy balra, vagy még ott nem történik valami baleset, hogy lehetne esetleg valami útjel felfestése megoldani ezt a káoszos helyzetet. Köszönöm, Zsuzsa, a felvetést, azt a kereszteződést olyannyira aggályosnak érzi a testület is, hogy a költségvetési koncepció szintjén a Toldi nyárfa haraszti úti kereszt csomópontba szeretnénk nem csak ilyen sáv felfestést, hanem egy átalakítani, azért, hogy ugye akik úgymond a Dunaharaszti felé eső, Toldi utcától Dunaharaszti felé eső falu részben laknak, azok is valamilyen módon gyalogosan és biciklisen hozzá legyenek kötve a falu többi részéhez. Mert ha belegondolunk, a sok kis gyerekes lakik arra, és bizony, hogyha biciklivel jönnek, akkor sehol nem tudnak szabályosan átkelni azért, hogy megközelítsék akár az óvodát, akár pedig az iskolát. Tehát ez is a költségvetési koncepcióban szerepel, képviselői felvetésre, és valóban indokolt. Köszönöm. Akkor lenne egy másik kérdésem, hogy a református egyházhoz vezető út is elég betelt állapotban van. Hát már mondhatni, hogy bokán feletti gödrök vannak, hogy láttam, hogy ki voltak tűzve a útszélesítés, hogy az a közeljövőben megvalósulott a útfelújítás. Ott a választás hetében a Vincei József aláírt egy vállalkozási szerződést közbeszerzés alapján az út felújítására. Ugye nekem a választást követő csütörtök délután lett jogerős az a választási bizottsági döntés, hogy ugye én vagyok a polgármester, tehát én először egy hét múlva pénteken tudtam bemenni a hivatalba, és megmondom őszintén, hogy legalább egy hét kellett arra, hogy ezeket az aktuális ügyeket nagyjából megismerjem, és erre tekintettel a Munkabíró Kft-vel arra a megállapodásra jutottunk, hogy a jelen időjárás szerint már nem érdemes belekezdeni a munkaterület átadásának a csúszása miatt az út felújításába, hanem a testület jóváhagyásával döntöttünk arról, hogy meghosszabbítjuk a kivitelezési határidőt, és jövőre, ha jó idő lesz, azért, hogy amit csinálnak, az ne legyen kidobott pénz, jövőre elindulunk újra ennek az útnak a felújítása irányába. Itt ugye gyalogjárda, vízelvezetés, illetőleg aszfaltozás készül el, úgyhogy ebben ennyi türelem szükséges. Tehát szerintem ez jövő év májusára ez a probléma megoldást nyer. Tehát még egy felvetésem lenne a Domozi Katonai megbízásában, azok legyen egy ilyen képet, hogy nézzétek meg, hogy az Árpád utcában, hát tudjátok, hogy milyen forgalom van, és az ő oldalukon nincs járda. És van neki egy 5 éves kislánya, akivel minden reggel menne az óvodában, az úton nem tud átmenni, egyszer, nem, hogy még egyszer. A jövőre pedig az ikrei mennének óvodában, és azt szeretnék kérni a testülettől, hogyha a járdában meg tudnák oldani az ő oldalukon a járdát, akkor
hát biztonságosan tudnának közlekedni, mert valószínű, hogy a buszon, hogy meg lenne a buszonvállalóig oldva, szerintem egy biztonságosabb dolog lenne, mert a túloldalon például van ugye a járda, de olyan bokrok vannak, hogy kisgyerekkel félősök menni, mert van néha egy-két kóborkulta, és már többször megijesztette őket. Már van, akinek pedig a, nincs megkötve a kutyája, lehívjuk a kutya a kapunak, a gyerek keresett a biciklivel, hogy ha erre lenne lehetőség, hogy a Árpád utcának a másik oldalán is, a Orgona utcától, esetleg a busz megállóig, vagy a Orgona utcáig valami járdák kialakításra kerülhessen. Hát erre nem tudok mit mondani, csak azt, hogy megvizsgáljuk, és aztán meglátjuk, hogy ennek mi a realitása. Jó, köszönöm. Már a végén már csak egy köszönettel szeretnék a idősek nevében a Török László, vagy Töröknél László Rozália kért meg, hogy megköszönje a testületnek a nekik szánt csomagot, amit karácsonyra kaptak. Köszönjük szépen. Köszönjük. Igen. Köszönöm. Én annyival kiegészíteném az olyan emlékezt, neked válaszolnám, hogy ez a felállt új és valóban előre szeretettel fogadta az, hogy az aszfaltolás legyen végre a kiskölcsői a kiskölcsői úton. Viszont az olyan, hogy ott, ha nem rossz, azt hozzátenném, hogy természetesen ennek a feltétele, ami beválszokás volt némeni, hogy a lakossági hozzájárulás, illetve a lakásokéti hozzájárulás, egy 80.000 forintot, ha jótra mennyi az összeg, az be kell fizetni, mert ennek hiányában nem mehet, ugyanis a többi lakos, akinek az utcát aszfaltoltuk, az nem igen menni jó, szóval hát én neked be kell fizetni a 80.000-et, nektek nem. Előző esetén ez el is hangzott, hogy csak abban esetben fog szerintem megvalósulni, ha minden lakás ezt egy 80.000-et. Hát amíg te elkezdél lakás van, 4x8000, tehát azt mindenképpen meg kell fizetni. Csak én elnézést, csak ugye ahol én lakom, azt tudjátok, hogy hol vagyok, és az ugye összeköti a Szabósanyit. Kvázi igazából engem meg a Szabósanyit érintene ez az útszakasz. Amit nem igen hiszem, hogy én meg Sanyi sem rakjuk össze azt a rákeső részt, amit igazából szükség lenne, hogy jól él. Vagy rendszeres 80 ezer. A lánkeső rén, ami kell. Nagyon szívesen, de ki is fizetünk. Azt hozzáteszem, hogy itt van is lehetőség, amit azt mondom, 3-4 napot meg kell fizetni 80 ezeret, hogy segítsen, ugye? Lehetőségfizetés, tehát nem úgy van egyszerűen, hogy tehát ilyen feltétel azért van. Hát, csak ez a feltétel, akkor szóval szerintem nem igen. Ezt azért egybe kell kezelnünk. Tehát persze, azt már részt, azt egybe kell kezelni, ez nem úgy van, hogy most megcsinálunk egy darabot, és akkor... Ez persze, hogy mindenki hozzá... A többi elkanyarodó része, én nem tudom mit. Jó, köszönöm szépen. Nagyon szíves. Köszönöm. Más még valami? Ha nincs, akkor tovább lehetünk. Akkor a következő az a beszámoló a 2019. évi költségvetés várható teljesüléséről és a 2020. évi elképzeléséről. Hát ezzel kapcsolatosan már érintettünk egy-két ügyet. Ugye szeretnék utalni arra, hogy egyrészt ez a Templom utcai beruházás a határidő meghosszabbítása került, mondtam az okot. A másik ilyen ügy, ami úgy szintén a választás esetében került aláírásra, az a művelődési ház, a Halászi Károly művelődési háztól a Deák Ferenc utcáig terjedő járda építés, ugye a Haraszti úton. Itt a pályázat nyertesének az alvállalkozója teljes terjedelemben a Hidrográf Kft. Volt, és a mi részükről egy választási ígéretnek lehet tekinteni azt, hogy sikerült a Hidrográf Kft.-vel felbontani a szerződést, és jövő tavasszal új közbeszerzés keretében megpróbáljuk lehetőség szerint helyi vállalkozókat ringbe vagy versenybe kérni, hogy ők végezhessék el ezt a munkát. Akkor volt egy folyamatban lévő közbeszerzés, a pártházbontása, amellyel kapcsolatosan megint csak voltak lakossági visszajelzések. Ezzel kapcsolatosan úgy döntött a képviselőtestület, hogy statikus vizsgálja meg ennek az épületnek az állapotát, és ez a statikai vélemény elkészült, nem tartja elbontásra valónak, tehát nem életveszélyes ez a
pártház épp volt, pártház épülete. Úgyhogy, hogy ennek mi lesz a jövőbeli sorsa, az még egy kérdés. Minden esetre reményeim szerint a képviselőtestület érvénytelenné nyilvánítja ezt a közbeszerzést, ami a pártház elbontására és 41 parkoló kialakítására irányult volna a pártház helyén, mert visszavonták a jelentkezők az ajánlataikat. Tehát mindenki egyöntetően visszavonta az ajánlatát, így kimondhatja ezt a testület, és majd meglátjuk, hogy a jövőre nézve a pártháznak a sorsa mi lesz. Ami 2019 évi költségvetés teljesülését illeti, ugye ezek a beruházások nem kell, hogy kifizetésre kerüljenek, ebből fakadóan a költségvetés, ha más oldalon nem, ezen az oldalon mindenképpen megtakarítást eredményez. Ugyanakkor a költségvetésünket érintő az idén is, de jövőre is nagyon súlyos tétel a déli kerékpárút megépítésére nyert közel 110 millió forintos támogatás ügye. Ebből, ha jól emlékszem, már 55 millió forintot az állam kincstár átutalt az önkormányzat részére. Ugye az a kérdés, hogy vajon ez a déli kerékpárút megépüljön-e, illetőleg olyan műszaki tartalommal épüljön-e meg, amilyen tartalommal megvan ez tervezve. Miután falu lakosság részéről elég sok kritika érte a másik oldalra, tehát ha Dabas felé nézzük, akkor a bal oldalra megépült kerékpárutat, ezért azt gondolta a képviselőtestület, hogy lakossági fórumot fog ezügyben összehívni 2010 vagy 2020 januárjának első felébe az érintett lakosok személyes megszólításával, annak érdekében, hogy felmérjük, hogy vajon szükséges-e ez a kerékpárút, illetőleg a jelenlegi tervek szerint kell-e megépíteni, vagy egy módosított terv szerint, vagy nincs is rá egyáltalán szükség. Ezzel kapcsolatosan annyi tájékoztatást szeretnék adni, hogy jártunk bent a pályázat projektmenedzserével a pénzügyminisztériumban, és a pénzügyminisztérium az út vonalvezetésének az eltérítéséhez, tehát ilyen értelemben a műszaki tartalom megváltoztatásához, függetlenül attól, hogy nyertes pályázatról van szó, hozzájárulnak. Úgyhogy mi keresünk az út tervezőjét, ez az út most jelenleg ugyanúgy van megtervezve, mint a másik oldalon, ott végig az ötös úttal párhuzamosan a házak is az ötös út közé rakva, körülbelül 3,5 méter szélességben. És ugye többekkel beszéltem ott, akik hát nem örülnének ennek, mert parkolás korlátozással jár, illetőleg ellehetetlenítéssel, és ugye ez egy egyesített gyalogjárda és kerékpárút, és sokan azt mondják, hogy ha ez egy gyalogút, akkor miért nem ott megy, ahol szokott menni egy gyalogút, nevezetesen a házak előtt. Na most azt megvizsgáltatjuk a tervezővel a lakossági fórumra, és a lakossági fórumon kivetítéssel be fogjuk mutatni, hogy hogyan lehetne máshogy vezetni, mint ahogy a jelenlegi tervek szerint van, tehát rátelepítve az egész útvonalat a házaknak az elejére. Ennek is vannak hátulütői és nehézségei, és ezt követően meglátjuk, hogy ennek a lakossági fórumnak mi a végeredménye. A magam részéről azt szeretném, hogy módosított műszaki tartalommal megvalósulna ez a biciklis út, még ha azt mondom, hogy nem annyira indokolt is a megvalósítása, mert nem nagyon szeretik a állam oldaláról, hogyha van egy elnyert pályázat, akkor azt valaki visszautasítja. Ez lehet, hogy a későbbiek során esetlegesen negatívan kerül számításba vételre. Tehát ez lenne a cél, de természetesen az ott élők nyugalma a legfontosabb. Ez még azért is lényeges kérdés, mert a 109 millió forinton felül ez a mi költségvetésünket többet, plusz 60-70 millió forinttal éri. Ez egy ekkora volumenű beruházás, 1,3 km hosszú biciklis út.
megint csak a jövő év kérdése, hogy az a helyzet, hogy indokolt lenne a polgármesteri hivatalnak a bővítése, mert nagyon szűken fér el a hivatal a jelenlegi helyén. Ezért a mostani képviselőtestület is egyhangulag fontosnak gondolja a polgármesteri hivatal jövőjének a megoldását. Ez két lépcsőbe valósulhatna meg. Ugye első lépcső az, hogy esetleg megvalósulna a katolikus templom mögé tervezett szolgáltatóház, amelyet ideiglenesen nevezünk önkormányzatnak, és ide átköltözne a polgármesteri hivatal. Ez egy a mostani polgármesteri hivatal 250-260 négyzetméternyi területen helyezkedik el, mármint irodákat tekintve. Ez az új szolgáltatóház, ami lehetne ideiglenesen polgármesteri hivatal, durván vagy közel 500 négyzetméteren helyezkedik el. Tehát azt gondolom, hogy kultúrát meg lehetne oldani a polgármesteri hivatal ideiglenes áttelepítését. Azt gondolom, hogy a nagyobb beruházások között ez lesz a leginkább sürgető, és ezt fogjuk leginkább hajtani, hogy minél előbb megvalósuljon. Ugyanígy sürgetőnek gondoljuk a Haraszti út sebesség csökkentésének a megvalósítása érdekében a Védekapu elhelyezésének vizsgálatát. E tekintetben már folytattunk olyan személlyel tárgyalást a szakembereken kívül, akik a Pest megyei rendőrfőkapitányságnak azon az osztályán dolgoznak, akik a Védekapuk elhelyezésével foglalkoznak. És a jövő héten pedig a közútkezelő képviselőjével megnézzük azt, hogy hol lehetne ilyet elhelyezni. Ez egy választási ígéretünk vagy ígéretem volt. Mindenképpen hangsúlyt fektetek arra, hogy ha lehet, akkor minél hamarabb ez megvalósuljon. Ne pedig egy olyan fajta forgalomlassító mű készüljön, mint amilyen készült az 5-ös számú főútra. Ide kapcsolódik, hogy éppen holnap fogok menni ismételten a pénzügyminisztériumba, hiszen megépült három részletbe, három pályázati körbe az Árpád utcától egészen a Penny Marketig a kerékpárút. Ennek egy pályázati része volt az az útkereszteződés kiépítés, amit most látunk az Árpád utca főút csatlakozásánál. Itt ugye az régi 5-ös út az közútkezelő tulajdonában van. Ők nem járulnak hozzá semmiféle változtatáshoz, mert ő szerintük ez így helyes. A gyalogosokat, ha már a gyalogátkelőhely van, illetőleg a biciklistákat, ha már átolják a bicikliket, ilyen művel kell védeni ez a szabvány. Ezzel szemben ugye az Árpád utca az Alsó-Nyomedi önkormányzat kezelésében álló út, éppen ezért ott nekünk lehetőségünk lenne azt a kiépített csatlakozót átépíteni, elbontani és megfelelően átépíteni. Azért megyek holnap a pénzügyminisztériumba, mert a pályázat kiírójával egyeztetni kell, hogy amennyiben nem tartjuk be az 5 éves fenntartási időt, ami a pályázatba előírás, akkor vajon az arra szakaszra eső 18 millió forintos támogatást, vagy pedig a teljes útvonal, biciklis útvonalra eső körülbelül 100 millió forint támogatást kell visszafizetni az önkormányzatnak. De miután ez választási ígéret volt, én ezt mindenképpen körbejárom, aztán a képviselőtestület eldönti, hogy ezzel mit érdemes, vagy mit szabad csinálni. Az biztos, hogy nagyon sokan panaszkodnak arra, hogy ez az útkereszteződés úgy kerül kialakításra, ahogy van. Lehetséges, hogy ez a fotó, amit te most itt körbeadtál, többek között ennek köszönhetően is áll úgy a forgalom ott az Árpád utcában, amit ugye a fotó mutat. Emellett fontos az uszoda témaköre. Megismertük a Farkas építőszíroda által készített terveket. Ezek a tervek a magéves terület, önkormányzati magéves területre kerültek rátervezésre. Annyi agályban kapcsolatosan, hogy ugye szűk a terület, magán az önkormányzati területen összesen 6 parkolóhely képzelhető el.
két út van. Az egyik ugye a CBA-s nem használt üzletnek és parkolójának a megvásárlása és parkolóként való hasznosítása, mert a Farkas építész úr megerősítette, hogy azt az építményt semmilyen formában nem tudja csatlakoztatni az uszodához, amely ott a CBA-s üzlet volt régen, mert az nem olyan színvonalú. Ezzel kapcsolatosan még nem indultunk el, csak annyi tájékoztatást tudok a Kálmitól is, meg a Kozma Mikitől, hogy olyan 240-250 millióra tartja a CB ezt a objektumát. Meg tárgyalni kell velük. A másik oldalon a Takács Benyelminéknek van egy terek, ami megint csak alkalmas lehetne esetleg parkolás kialakítására, de ő meg nem akarja eladni, mondván, hogy az unokájának akar odaépíteni. Tehát ez jelenleg itt tart, és arra tekintettel, hogy végül is megállapítsuk, hogy mennyire jó a helyzete ennek az uszodának, illetőleg, hogy milyen elvárásoknak kell, hogy megfeleljen az uszoda és a környezete. A képviselőtestület döntése alapján megpályáztattunk környezeti hatástanulmány készítésére cégeket, és majd ma kerül kiválasztásra a legolcsóbb árat adó cég, annak érdekében, hogy tényleg ez a Némedi történetének talán legnagyobb beruházása megfelelő módon kerüljön majd annak idején megvalósításra. Egyébként Páncél Károly országgyűlési képviselő úrral erről tárgyaltunk, meglátogatott bennünket, ő maga is támogatja az uszoda megépítését, és a környékben Alsó-Némedi támogatja az uszoda megépítését, mert úgy gondolja, hogy Dunaharasztinak kisebb gondja is nagyobb benné, mert annyira sokan költöztek ki, hogy ott az óvodával, iskolával, minden, hát a közlekedésről ne beszéljünk. Mindennel probléma van, tehát ők nem valószínű, hogy megépítenék ezt az uszodát. Viszont más községek, akiknek megépítették volna ezt az uszodát, ott pedig a fenntartás kérdéses. Tehát Alsó-Némedit tartják olyan anyagi erőforrással rendelkező településnek, amely egy ilyen uszodának a megépítésébe esetleg belekezdhet, illetőleg utána, ha megépült, azt fent is tudná tartani, és ennek okából ugye a környékről is esetleg ide jöhetnének a gyerekek, vagy éppenséggel a szórakozni várjuk. De ez még nagyon sok vizsgálatot és előkészítést igényel, hogy ennek nekiugorjunk, mert az előzetes satszolások szerint ez egy 1,2-1,4 milliárdos beruházás lenne, amelyből 70% társasági adó támogatást lehetne összeszedni, ami önmagában nem csekély feladat, és a többi lenne az körrész. Még annyit szeretnék mondani, hogy a hivatalon belül történtek személyváltozások. A jegyzőasszonnyal megszüntettük a megbízási viszonyát, Brabanti Józseffel megszüntettük a megbízási viszonyát. Két további dolgozunk, a pénzügyi vezető Bairácsai Tünde és a pályázati referensünk, Strobl Orsolya, ők eltávoztak tőlünk, máshol képzelik el a jövőt, úgyhogy próbálunk megfelelő szakembereket keresni a helyükre, ha bárkinek van ismerőse, vagy tud elsősorban pályázati referens munkakör betöltésére. Személy, megbízható személy, kérem, hogy azt jelezze. Ha bármi egyéb kérdés felmerül, szívesen válaszolok, annyi minden történt, hogy szerintem egy csomó mindenről nem ejtettem szót. Ja, de már még két fontos dolog. Elrendelt a testület egy pénzügyi gazdasági átvilágítást az önkormányzatnál 3 évre visszamenőleg, illetőleg egy közbeszerzési jogi átvilágítást. Ennek a célja nem az, hogy a korábbi vezetőket felelősségre vonjuk, vagy ellenük eljárásokat indítsunk, egyáltalán nem, hanem mi szeretnénk egy a törvényeknek mindenben megfelelő eljárási rendnek megfelelően működni a jövőt illetően. Úgy gondolom, hogy új polgármesterként
úgy, ahogy nekem, és minden más új polgármesternek ezt meg kell lépnie, annak érdekében, hogy rögzítsük azt, hogy ki miért és honnantól felelős. Tehát ez egy olyan átvilágítás lesz, amiben a dolgozóknak is elmondtam, nem fog beleroppanni a hivatal, nem állami számvevőszéki ellenőrzésről van szó, hanem egy szolgáltatás igénybevételéről, ami az önkormányzat érdekében fog zajlani, és természetesen figyelembe veszi a dolgozók munkaleterheltségét is. Röviden ennyit, ha bármi kérdés van, akkor igyekszünk válaszolni. Valaki kiegészíti a testületből esetleg, akkor kérdezi, igen. Hát, én fel vagyok háborúban, megmondom őszintén. Ide fizessük a súlyadót, ipari külési adót. Ha el akarok menni a postára, vagy a takarékszövetkezetbe, nem tudok leparkolni. Nem gondolkoztak még előnek, hogy valamit kéne csinálni. Én azt hiszem, hogy mindnyájunkat érint. Egyszerűen a templom körbe van véve, ismerős kocsikkal, útból is megyek. Hát mondom, itt nem, majd elmegyek oda a hátsó parkolóba a háztartási útvonalon. A hó rajta a kocsikon, tehát reggel óta ott állt, a délután volt. Arra kérem a képviselőtestet, erre nagyon figyeljen oda. Itt valamit kell csinálni, mert hát nem titok, az a takaréknak az emberei parkolnak ott. Igen. És a névben érti, meg elveszik, ahogy figyelnek. Biztos, hogy nem irányzik a súlyalót, hát nem is érdekek ez tulajdonképpen, de ez tűnítő, na, egyszerűen. Annyit szeretnénk elszó. Akkor igen. Egy nagy csomót össze tudnák szedni, de most hirtelen csak úgy hogy megyek az orvosi rendelőbe, bekérlek szépen egy idős nénit, tolókocsival menne, mert nem tud bemenni. Nézd, én is nem nyílik kifelé. Hát ki van hívva, hogy kifelé nyílik az ajtó. Hát most egy ekkora beruházásra ne haragudjanak. Tehát egy ilyen ajtót oda tenni. Nem tudom, mennyibe került az a beruházás, de ez szóval. 450 millió. Akkor a harmadik, azt csak aláhúzom, polgármester úr, hogy az Árpád út, főút találkozása az egy lakás szerencsétlenség, az higgyék el. Az nem megoldás. Az, ha ott egy körforgalmat csináltak volna, meg a falu túlsó végén van egy körforgalom, közte van két rendőrlámpa, szépen lelassítsa az egész forgalmat. Az is nem tudom mennyi pénzbe került, de nem megoldás. Nem tudom, emlékszik rá, körülbelül 6 vagy 7 évvel felvetettem azt a kérdést, hogy Úrnapal jönne a templomba. Polgármester úr akkor azt mondta, hogy nincs rá igény. Most maga mondja, hogy majdnem meg van telve. Két van igény. A Zsuzsa felvetette a Haraszti út, Toldi út találkozását. Ott is, majd csak figyeljék meg, én mondtam, hogy akkor, hogy patkák jönni sem, mert olyan mély árok van ott, hogy egy csúszós idő oda becsipuszik valaki. Erre azt a választ kaptam, hogy akkor az egész haraszintat föl lehetne patkásítani. De menjenek oda és nézzék meg, hogy milyen mély árok van ott, és nincs úgy patka. Most választás előtt azt hiszem két hónapra kitettek három ilyen kötelező haladát, ugye mit tudom én. Figyelemtelvény, a piros felé, a Hirtelen ez a kis dolog, amit tudom, de higgyék el, hogy bosszantak nekik. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Hát a parkolással kapcsolatosan, a központban lévő parkolással kapcsolatosan mondjam azt, hogy próbálunk irányokat meghatározni. Az első és legfontosabb irány, ami semmitől sem függ, az az, hogy eredendően az egészségház úgy volt tervezve, hogy mögé volt rakva egy park. A korábbi képviselőtestület tagja is úgy, én is így emlékszem, mint külsős pénzügyi bizottsági tag, hogy ez így volt megtervezve. Aztán ez valamilyen oknál fogva elmaradt, és ugye megépült az orvosi rendelő, és ennek az orvosi rendelőnek a parkolási gondját lett volna hivatva enyhíteni a volt pártház helyén kialakítandó parkoló. Ugyanakkor mi beszéltünk Farkas építész iroda, Farkas Gábor mérnök úrral, aki ugye tervezte az orvosi rendelőt, és ugye azt hittük, hogy az valamilyen oknál fogva nem épült oda meg a
parkoló, amire ő azt mondta, hogy nem tudja, hogy miért nem épült meg, minden esetre ő oda betervezte, akár úgy is, hogy át lehet hajtani, tehát a főútról rá lehet hajtani, és akkor a Temető utcába ki, mert ott van nekünk a Orbán-féle ház, szintén kormányzati tulajdon. De úgy is lehetne, hogy ugye a Temető utcából behajt oda, lerakja az autóját, bemegy az orvosi rendelőbe, vagy éppen átmegy a postára, mert attól már nincs messze a posta, és akkor visszafordul, aztán kihajt a Temető utcába, és le tud parkolni. Na most ezt elfelejtettem mondani, de ez is a jövő évnek a elképzelése, hogy megpróbáljuk úgy megterveztetni, vagy átterveztetni a mai állapotoknak megfelelően azt a részt, hogy a kialakításra kerülhessen legalább 40-50 parkolóhely. Tehát azt gondolom, hogy ez azért első lépcsőbe biztos, hogy enyhíteni fog, de van terve véve több olyan elképzelés, amely ezt a parkolási gondot megfelelően segíteni. A körforgalom az arról beszéltünk, aki tervezte ezt az egészet, illetőleg a önkormányzat felelős műszaki ellenőre volt, azt mondja, hogy olyan 220-250 millió az ötös, a régi ötös útra, úgyhogy ezt az irányt nem nagyon vállalhatjuk fel. Ellenben az Árpád utcai kereszteződés önkormányzatot érintő részével kapcsolatosan meglátjuk, hogy mi a mozgásterünk. Hát, hogy az orvosi rendelőben így mozog az ajtó, ezzel nem tudok mit kezdeni. Ez egy megépült, elkészült beruházás, azért sokaknak ez örömet okoz. Mi megnéztük, szerintem kisebb-nagyobb hibáktól eltekintve ez jó színvonalon megépítésre került. Most már a hangszigetelés is úgy tűnik, hogy megoldás nyert az orvosi rendelő tekintetében, mert nem eddig kihallatszott az, amit a beteg meg az orvos beszélt, de találtunk rá megoldást, ami ráadásul az önkormányzatnak pénzébe se került, mert a kivitelező vállalta ezt rendbe tenni. Ennyit tudunk. Igen? Ha szabad, akkor én is adunk másnak egy válaszolni. Az Árpád úton nagyon röviden, annak a fő célja az volt, hogy lassítani a forgalmat, biztonságosá tenni egy gyalogos és kerékpáros átvezetéseket, mind az ötösön, mind az Árpád úton. De erről nagyon sokat beszéltünk, hogy erről sokkal többet nem szeretnék. Az orvosi ajtóról minden közintézményben kifelé állítanak. Ez előírás, ez kötelező, ez tetszik, nem tetszik, ez nézzük az iskola aulájában, vagy bármilyen közintézménynél, ez tűződelmi előírás, biztonsági előírás, kifelé nyílt ajtóknak. Az urnafalra viszont ott azért hadd pontosítsam, hogy én emlékszem rá, hogy amikor felvetette, szerintem ezen az emeleten voltunk egy közmeghallgatáson Józsi bácsi ezt az urnafalat, és arra nem az volt a válasz, hogy nincs rá lakossági igény, pont fordítva, hanem az, hogy miért nem nekünk jutott befejezetre? Megengedjük befejezzen? Én is végighallgattam, hallgasson meg. Ön is. Tehát egyetlen egy mondat, hogy miért nem nekünk jutott eszünkbe, mert valóban ez egy teljesen jogos probléma volt, és ugyanígy decemberben volt, a következő évben el is indult ennek a volnafalnak a tervezése. Tehát ez így. Lehet, hogy régen azt mondta, hogy régen erre nem volt igény, de tisztában voltunk az előzőben, tisztában volt az előzőkeset azzal, hogy valóban egy teljesen jogos problémát vetett akkor fel, és amikor ezt felvetett, a következőben megindult a tervezés, hát itt van a szolgáltatónak a vezetője, és vele együttműködve, ez meg is épült a túlnapval, és hát tehát ez egy nagyon jó ötlet volt, amit megköszönök. De erre nem az volt a válasz, hogy nincs rá igény, hanem hogy igen, van rá igény, és ezért is épült meg. Köszönöm szépen. Kérem, más kérdés esetleg? Igen, Sándor. Polgármester úr, szeretném megerősíteni az egészségház mögötti parkolási lehetőséggel. Anno a képviselőtestület bőd is ülnek itt, akik akkor ott voltak a döntési lehetőségben. Azért lett megvásárolva a Sándorféle ház, hogy amit ön is mondott, hogy legyen bele egy parkoló mindenféleképp. Az ötösről csak a mentő, tűzoltóautó vagy rendőrautó mehetne be, meg ki is, ugyanis a Pemáksi enged állítólag nagy áthajtást az miatt, mert szemben ott van a Somogyi világ kereszteződése.
Tehát ez egy nagy segítség lenne, hogy a Temető utca felől be lehetne parkolni, meg vissza is lehetne menni, így nem zavarnák a ott parkolók vagy közlekedőknek a forgalmát. Tehát ezt mindenféleképp a lakosság szerintem az díjazná, és megköszönni, az megvalósulna. Úgyhogy szeretném, hogyha ez így alapulna, vagy a lakosság is biztos. És beszél polgármester úr arról, hogy a Súrjácsarnok helyére egy szolgáltatóházat szeretne a testület, a régi testületnél ez el is készültek a tervdokumentációk, több ismerősömmel is beszéltem. És igazából a jelenlegi volt vasbolt helyén, ott a pékség, oda a terve szerint egy park és egy tér készülne, jelenne az Ágosomügyi Bélába a közlekedési lehetőség a Kossuth-Lajos utcáig. Arra kérem önöket, hogy ezt a terveket fontolják át és gondolják újból. A Súrjácsarnok helyére az ismerősökkel arról beszélgettünk, hogy át lehetne helyezni az első világháborús emlékművet, ezt a Józan képviselő úrral is beszéltem, és oda egy parkot építeni, valamennyi parkolóval, ott meg lehetne méltóan emlékezni a hőseinkről, és a jelenlegi vasbolt helyére pedig egy szolgáltatóházat építeni, amit utána tudna az önkormányzat hasznosítani, és amíg elkészül az új polgármesteri hivatal, akkor addig oda átköltözni. Tehát egy nagy segítség lenne, tudják önök is, hogy amikor ünnepünk március 15-én is megemlékezés van, lezárják az ötöst, az pénzbe kerül, ott az első világháborús, mert valamikor az első világháborús emlékségű se itt volt, hanem valamikor a takaréknak a szembe. Tehát, hogy fontolják meg azt, hogy ezt így meg lehetne valósítani, vagy van-e rá igény. A másik pedig a Nagyév helyén van nagy mennyiségű darálbeton meg föld, amit el lehetne onnan szállítani. Arra kérném a képviselő testületet, hogy a Pácskomi utat a Szarkári házának szembe méressék ki. Én vállalnám saját költségen, hogy elhordanám és megcsinálnám azt a dűlőutat, hogy normálisan lehessen rajta közlekedni. Amióta a katalikus templom környékéről ki vannak tiltva a mezőgazdasági járművek a Monori úton és a Balcsi-Zsilinszky utcán elén a traktorforgalom. A focipályánál mennek ki a Halászi Károlyra, mert most is jelenleg kaotikus állapotok vannak, amit tudok általában én is megcsinálok rajta, de igazából nagy mennyiségű töltés kellene. Amikor teljesen el lett bontva a Szarka Balázsról, meghordtuk egy részét a Mohácsi kertjéig, ha jól emlékszem. Ott elég jól járható a dűlőút, megoldódott a vízlevezetés. Csak hogy tudjam, hogy hova kellene ledöllenteni és meddig lehetne vele eldúrni a követ. Ennek szeretném kéne testületet, hogy méressék ki, és akkor ezt megcsinálni a saját költségem. Mert szerintem ez nagy segítség lenne. Köszönöm. Köszönöm. Ja, és akkor mi a Józsi bácsinak, bocsánat, hogy hol, ki volt akkor, sajnos az Alszegen, a Gyuszmegállóan az a szokás alakult ki, hogy más településekről jönnek az autósok, és a nap 10 órájában ott parkolnak a Szabadságtér környékén, vagy a kocsma részén, a szolgáltatóházak mögött, vagy a Szabadságtérnél. Tehát a Szabadságtérnél számtalanszor úgy parkoltak, hogy a 4-5 autó helyén 2 vagy 3 parkolt. Utólagos engedelmükkel sárga vonalat felfestettem legalább, hogy 4 autó elférjen. Most itt talán betalálnak a sárga vonalak között, hogy is kellene parkolni, de egyelőre most nincs átutazó, vagy nappal otthagyó tulajdonos nem hagyták ott a járművet. Most átállnak a szolgáltatóház mögé, és ott parkolnak szinte 12-16 órát. Tehát ott még nagyobb a probléma a Szabadságtér környékén, mint máshol a településen. Köszönöm. Köszönöm. Más még valami? Igen. Hoppá, kettő, Zoli. Én csak azt szeretném mondani, hogy szerintem volt szerencsébb végülni az utolsó 300 ülést, és szerintem a egészséghez mögötti parkolónak a sorsa az azért alakult így, mert az egy lehetséges bölcsőde helyszín volt. És nagyon, és azért akadt meg az a dolog, mert ugye több hely jött szóba, és aki is fel lett tartva az a terület. Oké, csak a bölcsödek közben megint. Hát igen. Vagy elkezd. De itt igen, ott a kérdés, hogy miért maradt el az a dolog, valószínűleg ezért. Nem bölcsödek, idősek otthona. Valami is. A bölcsöde az volt mindenhol. És azért nem lett ezt betervezve úgy, ahogy volt, azért nem maradt el a dolog. Köszönöm. Igen. Én három témát szeretnék szólni. Az egyik beszéltek itt a járta és az útépítéssel. Részben vagyok érintett a Somogyi Béla utca járda és a közút szélesítésével kapcsolatosan.
hogy lehetne ezt valahogy orvosolni, mivel oda egy csomóan építkeznek, meg a bal oldalán csak a Kossuth-Lajos utcáig van elkészítve a gyalogjáda. Nagyon nagy a forgalom. Egyszerűen ott valamit kellene csinálni. Ezzel kapcsolatban rögtön mondom, hogy az előző testület idején megtervezésre került a Somogyi Béla utca és a Halászi Károly utca vízelvezetés járda építés projekt, mondjam így. Erre megint csak nyert az önkormányzat csak a vízelvezetésre, de úgy érdemes a vízelvezetést megcsinálni a Somogyi Bélában, hogy mellett a járda is kiépítésre került. Erre megint nyert pénzt a község, úgyhogy ezt jövő tavasszal meg szeretnék indítani. Ennek megnéztük a terveit, meg a műszaki tartalmát, egészen kivinni a vizet a mostani lakott rész végéig, és hát az újak azok nincsenek benne, de legalább addig megvalósulnak. Mi azzal a tervvel, amit mi megismertünk, és ugye nem az új lakóházakig, hanem a mostani régi lakóházak végéig tart, azzal egyet tudunk érteni, és mondom, ezt elindítjuk. És a gyári út, ami végül is KPM út, hogy ott is valamit kellene kezdeni, mert egyszer katasztrofális. Nem tud, ahhoz az önkormányzatnak nincsen lehetősége. Értem. Sok esetleg a képviselő úrral beszélni, vagy ott is akkor az átmenő forgalom, hogy... Bocsánat, állapot. Igen. Hát, valamikor, amikor erről, amit a polgármester úr említett a pályázat kapcsán, volt egy olyan szóbeli ígéret még a közelmúltban, amikor ezzel a pályázattal foglalkoztunk, hogyha az önkormányzat akár pályázati pénzből a vízelvezetést megoldja, akkor a közút azon a szakaszon legalább az utat is rendbe teszi. Talán meg kellene próbálni ezt a fondonat újra felvenni, hogy... Megpróbálom, beszéltem a képviselővel, ő nem jelezte ezt neked, de akkor ha te mondod, akkor megpróbáljuk. Annyit tudok mondani, hogy akivel beszéltem, az annyit mondott, hogy nagyon kevés a pénz a Pest megyei közútkezelőnek, de ha az önkormányzat vállal részt az útfelújításból, akkor sokkal nagyobb eséllyel tudnak ők is ide telepíteni pénzt, hiszen nekik is kevesebb a második probléma. Szabadságtér. Éjszaka, polgárőrök. A 24 órában működik a kis csemege, a Miska kocsma, talán most már ott rendeződik a zaj az éjszakai. Csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, hajnal 4 óráig szóló zene. Szépen fogalmazzam, az erdélyi vendégmunkások letelepednek, hajnalig tárítók, kijöttek a polgárőrök, szóltak, semmi nem történt, szóltak a rendőröknek, semmi nem történt, én fogtam magam és 11:30-kor kimentem, és megkérdeztem, hogy ha ne haragudjanak, éjszaka van, hát valamit kellene csinálni. Semmi nem történt. Azt mondták, vegyek egy ceruzát, egy papírt, és írjam a testületnek, és mondjam el a panaszomat. Hát nem írtam, és nem mondtam el a panaszt, de sajnos ott nyáron olyan katasztrofális állapotok vannak, nincs WC, a bokorba elintézik a dolgokat, nem tudom, hogy mit lehetne csinálni. Hát nagyon nehéz kérdés, egyet tudok. Már csak azért letettem, mert most, hogy tudja a képviselőtestület, meg a faluban itt élünk, itt lakunk. Bizonyos házaknál 8-10 nem tudom hány ember lakik. Most az egy dolog, oké, rendben van, hogy alkalmazzák, dolgoznak. De az az ember, aki nem dolgozik reggeltől estig, ott ül a padon. Eldobálja rengeteg, hadd nem mondja, amit üvegtől kezdve minden, éjszaka meg randalírozik, mert aki napközben dolgozik, az éjszaka biztos, hogy 11:30-kor nem csinálja a csetepatét. És tényleg most én nem bántom a polgárőröket, de jó, hát többször összetűzésbe is kerültek velük meg a rendőrök, de sajnos szinte nem történik semmi. Tényleg az van, hogy akinek, mint nekünk valamikor, ezt tudja a doktor György is, hogy nem lakott a szomszédjába 30-40 román,
aki csinálna a fesztivált, az nem tudja. Csak aki ott él, és tényleg egyszerűen szólunk egymásnak, beszélünk, hogy hallottátok az éjszaka, mi történt? Hallottuk. De nem történt semmi. Na a másik, a harmadik. Közterület felügyelőjeink. Hát az rendben, hogy biztos, hogy vannak, meg működnek a faluba, de én azt nem értem, hogy például, mint a Haraszti úton, itt a gyalogjárda, lényegtelen, hogy ki a ház, de előttünk is van sövény. Vagy van éppen a főúton. Hogy most azt miért nem teszi rendbe a tulajdonosa, ha már odaépítette a sövényt. Ej, nem lehet a gyalogjárdán elmenni. A Széchenyi utca ebben megint elöljáró. Mert nem egyszer, nem kétszer, ugye aki elmegy, kénytelen lenne elmenni a gyalogúton, de nem tud elmenni, mert akkora tuják vannak, hogy az végig érnek. Oké, hogy kéri a házat meg a kerítést, de szerintem kellene egy bizonyos magasságot szabni annak a növénynek, hogy addig terjedjen. Mondjuk a Széchenyi utca, harmadik házától, csak most én a 25-ös számig el lehet menni, ahol nincs 15 tujafa, egy se. Én is nagyon szeretem a tuját, de hát... Nem lehet közlekedni a járdán. A közvilágításról nem is beszélve. Ki van a lámpa rakva, de ha adnának egy nagy büdös pofon, ha megyek az úton, biztos, hogy nem tudnám, hogy kiadja. Hogy a közterület felügyelőnek szerintem ez is a dolga lenne, hogyha az utcán, hogyha szólnak az árokért, hogy tényleg tegyék rendbe, vagy söpörjék el a havat, de az, hogy erre is kellene, hogy figyeljenek. És igen, szeressék a növényeket, meg a fákat, meg mindent, de hát tartsák is karba. Ez lenne az én szerintem. Köszönöm szépen. Ettani meg azt tudom mondani, hogy az összes ilyen rendészeti szervhez kapcsolódó szolgálatnak a fölvizsgálata és a szolgálati idejük meg tevékenységnek a fölvizsgálatát azt egyébként már elkezdtük, beleértve a mezőröket, településőröket, köztereseket és a polgárőröket is. Úgyhogy ezeket a problémaköröket, ami a közbiztonság vagy a biztonságos közlekedés, illetve a nyugalomhoz való alapvető jogokhoz kapcsolódik, ezekre válaszokat fogunk adni. Ezeknek a szolgálatoknak az összehangolt kezelésére van szükség, ahhoz, hogy egy 24 órás felügyelet legyen a településen, ez az összes ilyen típusú szolgálatnak hozzá kell járulni, ezt nekünk át kell látni, át kell gondolni, és akkor újra lesznek ezek olyan szempontból szervezve, ahol szükség van ilyen típusú feladat bővítésére. Úgyhogy ebbe kicsit türelmüket kérjük, ismerjük ezeket a problémákat. Fontos, hogy ez megerősítésre került a lakosság részéről is, de ezzel fog foglalkozni a képviselőtestület. Lesz erre jövő év elején koncepció, hogy miként fogjuk ezt a 24 órás szolgálatot biztosítani. Más felvetés? Igen. Csak tehát most kell kiegészíteni. Széchenyi utcát, hogyha már fölhoztam, akkor beszéljünk róla. Van a képviselő úr kiment, gondolom, helyre. Az édesapja melletti házat megvette egy srác. A nap 24 órájában 5-6 autó parkol az utcán. Vele szemben lévő, ha megállnak úgy, hogy félig meddig a egyik elég a patkán, a másik az úttesten, tisztelj képtelenség vezetett. A srácnak szóltam, hogy valahogy másképp álljatok, úgy parkolnak, kapu bejárót kihagyják, 3 autó Pest fele, 3 autó Davas fele, kijönnek, nem látnak ki, baleset veszélyes. Tehát valahogy a képviselőtestület is, ha esetleg egy koncepciót kidolgozna, hogy hogy lehet parkolni, az szerintem egy megoldás lenne ismét, mert óriási baleset veszély van a Széchenyi utcában, de szerintem máshol is etusko, hogy mondjuk, hogy nem igazán a közvilágítás. A gyalogjárdán nem tudnak menni a gyalogosok, mert ott vannak a tujafák, belógnak az ablakig végig. Mi is kiválasztottuk, kiszedtem a tujafákat a ház előtt, majd gyömbakászfákat ültettünk, gyömbszivarfát ültettünk, tehát valahogy lehetne valami arculata egy utcának, hogy akkor most ebbe diófa utca, akkor diófa legyen, ne nyárfa, meg a kászfa, adjunk valami arculatot, hogy egységes legyen az utca kép, valamilyen úton, módon, ha esetleg az önkormányzat erre szögjeljárulna, hogy olyan csemetéket telepítsenek az utcára, mert az igazából közterület,
hogy egységes legyen az alculat, és lehessen a gyalogjártán közlekedni, szerintem segít el a lakosság. Köszönöm. Köszönöm. Más észrevétel? Igen? Kérdésem lenne, a meghirdetett, megőrzött pozíciókra vannak már jelentkezőink? Igen, a pénzügyi vezetővel tegnap volt egy interjú. Ő alkalmas, látszik, és 3,5 éven keresztül más önkormányzatnak a pénzügyi vezető feladatait látta el helyettesként. A legfontosabb pozíció, ami van. Ugye annyiban a költségvetést érinti, hogy szóval új álláshelyet létesíteni, mert eddig a Győrváriné Erzsike és a pályázati referensünk, az Orsi készítette össze a testületi anyagokat, bizottsági anyagokat, ők jegyzőkönyveztek az üléseken, ezért indokoltnak látszik egy titkárnő álláshely létesítése, hogy róluk ezt a munkaterhet valamilyen szinten levegyük, arról nem is beszélve, hogy a diktálásra hatékonyabban lehet tenni a munkavégzést, mint hogyha egy olyan ember próbál gépelni, aki nem tud. Tehát például ilyen szempontból jó lenne. Akkor a pénzügyi, el fog menni egyik pénzügyi dolgozónk nyugdíjban, aki nagyon régóta itt dolgozik, és az ő helyére próbálunk keríteni pénzügyi szám mérlegképes könyvelőt. Most még egyelőre olyan van, aki nem mérlegképes könyvelő, de meglátjuk, reméljük, hogy fog tudni a pénzügyi osztálynak segíteni. Titkárnői álláshelyre van jelentkező, pályázati referense sajnos még eddig nem volt, ez egy kicsit kvalifikáltabb munkavégzést igényel, hiszen neki kell végrehajtani az állami szervekkel kapcsolatos elszámolásokat, tehát nem egyszerű feladat sok esetben, már azt sem megérteni, hogy mi a hiánypótlás, nem pedig azt még úgy teljesíteni, hogy ez jó legyen. Ebben az Orsi nagyon jó volt, sajnáltam, hogy elment, de ha így döntött, ugye nem tudjuk itt véglegesíteni. Van remény, hogy ezek fel tud, és hát mindenki azonban, hiszen működni akar. Köszönöm. De azért annyit elmondom, hogy a pályázatok még nyitva vannak, tehát ez nem egy, ez egy részeredmény. Igen, és részeredmény. Nem, nem a eddig ezt látjuk az eddigi jelentkezések alapján, de január elején nyitva vannak a pozíciók, tehát ezt hirdetjük is interneten is, hírgondolban is, tehát reméljük, hogy jönnek helyiek, hát ha meglátjuk. Más felvetés, mert ha nincs, akkor átérnénk a testület ülésnek a nyilvános részére, és ebben az első napi rendre, ez a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet. Ja, bocsánat, akkor legelőször a napi rendet veszem fel elfogadásra. Én nekem nincsen hozzá. Amennyiben a napi rendel ebben a kiküldött formában egyetért a képviselőtestület, az képviselőtartással jelezze. Aki nem, aki tartózkodott, megállapítom, hogy egy tanú, és akkor kezdjük a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megtárgyalásával. Ez ugye azért szükséges, mert ami nincsen költségvetésünk, ami körülbelül, aminek az elkészítési határideje, mint tárgyév, vagy a következő év március vége, addig is a működéshez szükséges egy ilyen átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet, hogy ugye tudjuk a különböző költségeinket kifizetni. Ehhez várom hozzászólást. A pénzügyi bizottság ezt tárgyalta, támogatta. Kérdezem, hogyha nincs hozzászólás, hogy szavazhatunk. Igen. Aki egyetért a rendelet elfogadásával kész feltartásra jelezze. Aki nem, aki tartózkodott, megállapítani, hogy egy hangú. Következő napi rendünk a Dunatisza közi hulladékgazdálkodás és környezetvédelmi önkormányzati társulás beszámolójának és a társulási megállapodás módosításának a kérdésköre. Azt kell tudni, hogy aki nálunk végzi a szemétszállítást,
az tulajdonképpen ennek a bizonyos Duna-Tisza közi környezetvédelmi önkormányzati társulásnak a megbízottja. Mert így alakította át a kormányzatunk a szállítás, a szemétkezelésnek a rendszerét, és ennek a társulásnak mindazon önkormányzat, amelynek a területén történik a hulladék elszállítás és kezelés, az a tagja. Így Alsó-Németi is ennek nyilvánvalóan tagja, és miután voltak az önkormányzati választások, sok esetben változott a polgármesterek személye, és így a községek, települések törvényes képviselőinek a személye, ezért szükséges a társulási megállapodás módosítása is. Tehát először a 2019 évi működésre szóló beszámolóhoz kapcsolódóan nyitom meg a vitát, hogyha van valakinek hozzászólása vagy észrevétele, akkor azt kérem mondja. Amennyiben nincs, akkor felteszem szavazásra, hogy aki támogatja ennek a beszámolónak az elfogadását, az észfeltartással jelezze. Aki nem, aki tartózkodott, egy hangú. A másik pedig akkor a társulási megállapodás módosítása, amelyet szintén kiküldtünk, és a tartalmát minden képviselő ismerheti. Ezzel kapcsolatosan van-e észrevétel, vagy megjegyzés, kérdés? Ha nincs, akkor felteszem ezt a társulási megállapodás módosítást is elfogadásra. Aki egyetért ezzel, az kérem szavazással. Aki nem, aki tartózkodott, egy hangú. Következő napirendünk a Zakloff Kft. Szennyvíz és vízhálózat bővítés tervezési díjának a módosítása. Ehhez tájékoztatásul a jelenlévőknek elmondom, hogy a Somogyi Béla utcától kezdődően, ugye a Valcsi-Zsilinszky utcáról érintően, és a déli iparterületen keresztül a Ulman előtti rész, így talán a legismerősebb mindenkinek, Ulman előtti rész, majd a körforgalomnál át a másik oldalra, és a Ványi út felé vezető rész megtervezésére szól ez a tervezési szerződés. Kiderült az előzetesen elhatározotthoz képest több kerül megtervezésre, így szükséges a tervezési díj módosítása. Ezt a Zakloff Kft. Végzi el a bérleti díj tartozása terhére. Van ezzel kapcsolatosan bárkinek észrevétele, hozzáfűzni valója, kérdése? Ha nincs, akkor én javaslom a határozati javaslatnak megfelelően a tervezési díj módosítását elfogadni. Aki egyetért ezzel, az kérem készfeltartással jelent. Aki nem, aki tartózkodott, megállapítom, hogy egy hangot. És akkor itt eljutottunk a főút 73-75, azaz a pártház épületének bontát. Itt sokat időt, hát ez igen. Parkolóépítés si közbeszerzési eljárás lezárásának a napirendjéhez. Itt nem is minden magam, arról van szó, hogy a vállalkozók visszavonták az ajánlataikat. Ennek okából az első határozati javaslatom, hogy a képviselőtestület állapítsa meg, hogy lezárja eredmény nélkül ezt a pályázatot. Ezzel kapcsolatosan kérdés. A pénzügyi bizottság ezt támogatta, aki egyetért ezzel, hogy lezárjuk ennek okából ezt a közbeszerzési eljárást, kérem készfeltartással jelezze. Aki nem, aki tartózkodott, egy hangú. És itt van egy másik kérdéskör is, hogy vajon akarjuk majd újabb kiírással folytatni ezt a közbeszerzési eljárást, ami a pártház elbontását és parkoló építését célozná, avagy nem. Én a magam részéről az előterjesztésnek megfelelően arra teszek javaslatot, hogy jelenleg ne akarjuk ezt a parkolót megépíteni, illetőleg az épületet elbontani, majd megvizsgáljuk, hogy erre lesz-e szükség. Úgyhogy én erre teszek javaslatot. Ezzel kapcsolatosan megnyitom a vitát, hogyha valakinek van hozzászólása, észrevétele. A pénzügyi ezt is támogatta, úgyhogy felteszem szavazásra azt, hogy a képviselőtestület állapítsa meg, hogy nem kívánja újra elrendelni
ezt a bizonyos pártházbontást és parkolóépítést, munkálatokat. Aki ezzel egyetért, kérem készfeltartással jelezze, aki nem, aki tartózkodott, egyhangú. A pénzügyi gazdasági átvilágítás elrendelésével kapcsolatosan másodszor tárgyaljuk az ügyet, mert hogy azt kell tudni, hogy ez a közbeszerzés alól mentes, ez az átvilágítás, mivel ez audit tevékenység, tehát egyfajta, mondjam azt, hogy bizalmi kérdéskör, viszont felvetődött a múltkori testület ülésen, hogy vajon akit megbíznánk ennek a átvilágításnak az elvégzésével rendelkezik a megfelelő referenciákkal és szakértelemmel, hiszen egy önkormányzat vizsgálata, hogy úgy mondjam, speciális ilyen jellegű tudást igényel. Időközben a polgármester úr beszerezte a szükséges referenciákat, és ehhez képest ismételten itt van előttünk az ügy. Kérem, ezzel kapcsolatosan, akinek van észrevétele, hozzászólása, azt tegye meg. Igen? Köszönöm. Én voltam az egyik, aki kiadta ezeket a referenciákat, és köszönöm szépen. Látom a listában, hogy nem egy olyan formátot van, amit már vizsgált ez a cég. Úgyhogy a részemből ez az ügy ilyen formán támogatható lenne. Pusztán csak annyit szeretnék kérni, hogy itt különösen figyeljünk a polgármesteri hivatalunk dolgozóira, mivel hogy ugye látjuk, hogy elég sok személyi változás történt az elmúlt időszakban. Én különösen szeretném kérni, hogy amennyire csak lehet őket minél jobban tehermentesítsük ez alól a feladat alól, vagy adott esetben, hogyha időben annyival a vizsgálat elintelhet elintelni, amikor már ezek a megőrösebb pozíciók feltöltődnek, hogy ne a megmaradt kisebb létszámban háruljon az a nagyobb munkatehel, akkor esetlegesen ezt tegyük meg. Ez nem nagy javaslatom, köszönöm szépen. Köszönöm, maximálisan egyetértek vele, tehát mondom, nem terhelni, hagyott terhelni akarjuk a dolgozói létszámot, hanem pont, hogy velük együttműködve szeretnénk ebbe haladni. Más? Ha nincs más, akkor felteszem szavazásra a határozati javaslatot, amely kiküldésre került. Aki azzal egyetért, kérem készfeltartásra jelezzen. Aki nem, aki tartózkodott, akkor megállapítom, hogy ezt nem húlad, ezt elfogadtuk. A következő már a pénzügyi bizottság feladata volt, felkérném a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ezzel kapcsolatosan szíveskedjék a látható. Meglátottanak előterjesztem. Egy felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztása volt a feladatunk. Mára volt a határidő utolsó órája, hogy beérkeznek az ajánlatok. Három ajánlatot, tevőtől kértünk ajánlatot. És a bizottság a pontás után megalapította, hogy a Csuka és Társa Kft. Céget javasolja a képviselőtestületnek nyertesen nyilvánítani, mert az ő volt a legkedvezőbb ajánlat. Itt pedig 25 ezer forint per nettó, 25 ezer forint per órás óradíjjal és rendelkezésre állási díja 100 ezer forint szintén csak nettó, amit a többiek ennél jelentősen eltértek a fölfelét. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatosan nyitom meg a vitát, hogy van valakinek hozzászólása vagy észrevétele. Ha nincsen, akkor felteszem szavazásra, hogy nyilvánítsuk a pénzügyi bizottság javaslatának megfelelően Csuka és Társa ügyvédi irodát a jövőben a közbeszerzési szaktanácsadókká. Aki ezzel egyetért, kérem készfeltartásra jelentem. Aki nem, aki tartózkodott, megállapítom, hogy egyhangú. Az uszoda megvalósíthatóságával kapcsolatosan is felkérném a pénzügyi bizottság elnökét, hogy szíveskedjen elmondani pályázat eredményét. Itt is három cégtől kértünk ajánlatot, a legkedvezőbb ajánlatot a Királyter Kft. Adta, nevezetesen nettó 4,2 millió forintos árával, a többiek 6, illetve 7,2 millió forint volt. Már őt javasoljuk, mint a alacsonyabb adó árajtnak adó fizetését nyertesnek. Van ezzel kapcsolatosan kérdés, észrevétel? Ha nincs, akkor
javaslom, hogy támogassuk készfeltartásra a pénzügyi bizottságot javaslat. Aki ezzel egyetért, készfeltart. Aki nem, aki tartózkodott, megállapítom, hogy egyhangú. Végezetül az utolsó napi rend a síkosságmentesítési feladatok részfeladatok ellátására kötelező szerződés, nevezetesen a sószórásra, mert egyébként a Kármi csinálja a pontolást, ha szükség lesz rá, illetőleg ő vállalta a időjárás figyelését, kvázi az ügyeletet, mondja mi, és sikerült találnunk egy helybéli vállalkozót, Kovács Györgyöt, aki másként tudtunk találni, tehát jelenleg senki nem volt, aki vállalta volna, ráadásul megfelelő eszköz birtoklásával ennek a feladatnak az elvégzését. Az ő ajánlati díja ugye decembertől kezdődően március végig 100 000 forint per áfa per hó a készenléti díja és 13 000 forint plusz áfa üzemóránként a gép használati díja. Ez csak akkor van ugye felszámításra, ha tényleg kell, hogy sót szórjon. Ezzel kapcsolatosan bárkinek észrevétele, hozzászólása. Egy húzatot. Igen. Igen. A konténert tegnap meghozták, este, elég későn, igen jó állapotú, tehát bármire tudunk használni. Be van rakva, még egy picit ott a, egy kis murvát valamit indítani, mert az esőkkel sajnos meg volt ott volna a műveit és a felázás. És az itt elcsúszott. Hát ott egy picit még igazítani kell rajta majd. De az nem van nagy masszizat. A konténer jó helyen van, azt hogy bármilyen tudom emelni, az nem is probléma. Az is bele fog süllyedni kicsit a földbe, aláraktok a betonot, és fognak jó látni. Tájékoztatásként a jelenlévőknek mondom, hogy nem volt hol elhelyezni a sószóróanyagot télen, mert hogyha nincs fedett helyen, akkor összeáll az egész, aztán nem tudja kiszórni a sószóró. Úgyhogy a testületi mindenre egy konténert, használt konténert, amiben belefér 20 ilyen big bag zsák sószóróanyag, és így akkor biztosítjuk azt a lehetőséget, hogy ne csomósodjon meg. Ezt egyébként a Horváth házba helyeztük el, a Horváth ház mögé, és a Kármi meg tudja közelíteni, úgyhogy szerintem ez egy viszonylag ideális megoldás lenne. Jó, akkor még más ezzel a szerződéskötéssel kapcsolatosan a Kovács Györgyel. Ha nincs, akkor felteszem szavazásra, hogy a határozati javaslatot előterjesztését megfelelően fogadjuk el, és kössük meg a szerződést ilyen feltételekkel Kovács Györgyel. Aki ezzel együttért, kérem készfeltartással jelezze. Aki nem, aki tartózkodott, megállapítani, hogy egyhangú. És ezzel az ülésnek a nyílt részét bezárom. Vagyoni ügyek következnek, amire zárt ülést kell elrendelni, úgyhogy megkérek mindenkit.